Ebben a videóban meg kell halnom. Gyorsan meg is teszem, ez kicsit nehezebb lesz, mint gondoltam. Szóval igazából feltelepítettem egy datapacket, ami röviden nem hagy meghalni. Nekem pedig az a feladatom, hogy meghalljak, ki kell találnom, hogy hogyan tudnám kiátszni a rendszert. És most az jutott eszembe, hogy mi van akkor, hogyha magasra leugrok. Mondjuk ekkora esésben nem tudom, hogy bele lehet-e halni. De megpróbálom, ez mi? De már. Van egy ilyen érzésem, hogy alábecsülöm ezt a datapacket. Minél inkább gyors kihagyok egy fát, mert valószínűleg kelleni fognak cuccok ahhoz, hogy ilyen más módokkal próbáljam magamat elhaláloztatni. De most hirtelen nem is jut eszembe semmi. Jó, gyors. Craftolok eszközöket. Jó, de tényleg hülye vagyok itt a víz, hogyha beleúszok, akkor... Mi? Ezt most nem mondod komolyan. Tényleg van úszógúim? Nem már! És... Na várjatok, megpróbálok bebugolni a víz alá, csak meg lehet csinálni. Nem. Nem lehet belefulladni a vízbe, úristen! Hát tényleg nehezebb dolgom lesz, mint gondoltam. Jó, hogy lehetne még meghalni? Magasról leesni nem tudok, vízbe fulladni nem tudok, kaktuszba meghalni nem tudok. Na azért még egy próbát megér, nem lehet. És ilyenkor ki tudom ütni? Nem. Tényleg mi történik akkor, hogyha egy mob öl meg? Mondjuk az is egy jó ötlet szerintem. Most a bárányokról olyan jutott eszembe, hogy a craft Kaptolok ágyat, és azt a netherbe lerakom, akkor ezt igazából nem tudja megakadályozni a datapack. De furam, hogy a sima jumpoknál is kapok ilyen sisokot. Ja, meg amúgy itt van shoulder, ó, na jó. Ennyire beástam magamat, jön a shoulder, és... Mi történik? What? Miért törik össze a shoulder? Most szórakozol velem? Nem már. De mi is, hogyha így rakom, így nem törik össze. Hogyha alá megyek, akkor összetörik. Hát ezt nem hiszem el. Húha, itt gyorsan ki fogok fogyni az ötletekből. Tényleg ott az a ruin portál is. És itt van láva, ú, nagyon jó. Meg chestbe kar, meg flint and steel, aj, nagyon jó, több dolog egyszerre, láva. Ez mi? Fire helmet. És kapok levitation, meg fire resistance. Hát ez nagyon jó. De nem, tuti van valami módja, hogy meg lehet halni. Hát ilyen nincs, hogy mindenre van válasz az atapeknek. Mama blokk fölött meg lebegek. Ez nehéz lesz. Túl jól van megcsinálni az atapek. Mi van akkor, hogyha felgyújtom magamat? Azt hittem már, hogy működik, de nem. Jó, várok még fát, mert van még egy ötletem. Ami az lesz, hogy felépítek nagyon magas, és megpróbálom becsapni a játékot. Mert hogyha kijövök a szélére, akkor már rámadja a sisakot, viszont mi van akkor, hogyha beleülök egy csónakba, mondjuk lerakom ide, és az utolsó pillanatban kiszállok belőle, akkor vajon megkapom? Nem már, megkapom is sisakot. Oké, hát a következő, mi van akkor, hogyha creeperök robbantanak fel? Mi? Eltűntek, nem már egy sem működik. Hát, jó, belém tudott lőni! Belém tudott lőni a szkelete, jó, lehet, hogy meg tudok halni, nagyon jó. Zombikkal mi történik? Hello, eltűnt! Ja nem, felrepült. Mi van akkor, hogyha ráesik a fejemre? Nem tud, pattog rajtam. Skeleton elő valahogy meglőtt. Itt világít valami, ami egy falu. Itt egy pók, ez is elrepült. Tényleg vasgólem, mert végül is meg tudom magamat öletni, de először alszok egyet. Oké, itt a nappal is, itt egy vasgólem, megütöm, hopp, támad, nem támad vissza. Most ez komoly. Jó, hogyan lehetne még? Tényleg, hogyha a méhek ölnek meg, az amúgy... Miért vániteltem szegény méhet? Hogyha kiütöm a mékast, akkor megtámadott. Fű, az a helyzet, hogy kezdek kifogyni az ötletekből. Valami olyan dolog kéne, amire a datapack készítője nem gondolt, mert ezek szerint tényleg amire gondolt, hogy meg lehet magadat ölni vele, azt mindegyiket lekántörölt. De viszont, hogyha ki tudok találni valami olyat, ami épp nem jutott eszébe a készítőjének a datapacknek, akkor elméletben meg tudok halni, de hát jó kérdés, hogy lesz-e ilyen, amit így ki tudok találni. Mi van akkor, hogyha bezárom magamat egy ilyen lyukba, és akkor nem tud feldobálni a vízbe, hogy alapból így feldobál. Viszont, hogyha bemegyek egy ilyen lyukba, és valahogy megpróbálom magamat befalazni. Sikerült, és kiütődik a blokk. Még spamelem a jobb klikket, nem. Jó, akkor ez is rossz. Amúgy azt gondol az ember, hogy milyen jó az, hogy nem hallatsz meg a Minecraftba, de egyébként így most rájövök, hogy tök fura, meg így túl könnyű a játék. Ez így nem jó. Rendesen így rossz érzés játszani, mert mondjuk akarok a fák között ugrálni, mert Dreamnek érzem magamat, de mégsem tudok torválni, és például itt van rajta ez a sisak, vagy le akarok úszni valamiért, de azt se tudom. Szóval ez az örök élet a Minecraftba lehetne a legjobb dolog. Fogom így rendesen ilyen más érzés lemenni bányászni, mert tudom, hogy úgyse fogok meghalni, mert egyszerűen lehetetlen. Tehát ezért ilyen nyugodtság tölt el, de mégsem, mert így meg fura, mintha nem is bányászni. Nem tudom megszokni, hogy tényleg egy NPC bányában az ilyen helyeken, akármikor a nyakadba zoomolhat egy creeper, és ez most nem tud megtörténni. Creeper, meg így gyerünk, robbanj rám, nem! Kezdek megőrülni. Nem is tudom, milyen módszerek vannak még arra, hogy én meg tudjam nyerni ezt a kihívást. Talán a Nether föl fog nyitni egy csomó lehetőséget, de biztos, mert egy csomó, ami nem jutott eszembe, és ez így nektek ilyen fura lesz, mert tudja,
az, hogy vannak olyan dolgok, amik nektek eszetekbe jutott, így most, hogy néztek a videót, de nekem meg nem, és így nem tudjátok megnézni, hogy működik-e. Attól felelően leírhatjátok kommentben, mert kíváncsi vagyok, hogy mik nem jutottak az eszembe. Tényleg mi történik akkor, hogyha összenyom egy piszton? Az ellen végül is nem tud semmit tenni a datapack, már hogy azt hogy érzékelni. Ja, hogy most veszem észre, hogy nem is folyott a kaján, valószínűleg ez a datapackkel jár. Ú, tényleg van a dripstone a bányákba. Mi történik akkor, hogyha az rám esik? Egyébként arra lehet nem gondolt a készítő. Ó, itt egy lava pool, nagyon jó. Hát ez fújó jött. Majdnem beleugrottam, de várjál, miért ijedtem meg is? Miért van a csetbe egy... Jó, nem, mindegy, nem tudom, túl sok dolog történik. Egyébként meg tényleg tök feleslegesen ijedtem meg, most tudok meghalni. Akkor gyors egy nether portál varázslatot fogok itt csinálni. Ami igazából ennyit takar, hogy már kész a portál. Itt a nether, új lehetőség, tárháza, kezdem is először a legjobban lávató. Ó, nem? Ú, akkor gáz, gyere gáz. Mi? Szívecski? Szíve... Most ez komoly szívecskét lő. Tehát nem az, hogy még sebez, még hill-el mellé, hát ez csodálatos. Jó, ja, de tényleg, amit kitaláltam. Ami az, hogyha lerakom az ágyat, itt van a kezembe, hogyha lerakom a... Mi? Nem lehet lerakni? Nem már. Leraktam. Mi? De várj, hogyha megtelítem az inventorimat, nem cseszel ki velem játék. Ne! Nem már, hogy ez se lehet. Jó, elkezdem ezt femelni. Ne, elbugolt az ágyam. Nagyon jó, ott vannak a baltás piglinek. Azok azt hiszem így vánhitelni is tudnak. Úgy tűnik, hogy ez sem működik. Nem már. Na jó, innentől változik a videó tematikája. Akármit beadoltok, csak azért, hogy meg tudjam venni magamat, mert így amúgy lehetetlen, és még lehet, hogy kreatívval is lehetetlen lesz. Mi nagyon kíváncsiak, hogy úgy működni fog-e. Jó, szóval mi van akkor, hogyha letesztelem az egyik ötletem, hogy egy dripstone-nal... Ó, nem, ez megbukott, mert 1.16.5-ben vagyok. TNT-vel, akkor mi történik? TNT-t begyújtom, és... Mi? Nem működik egyszerűen. Jó, most ebbe a pisztolyosba benne van az összes reményem, hogyha ez nem működik, akkor nagyon szomorú leszek. Jó, nagyon bízok benne, hogy így legalább meg tudom venni magamat, és nem... Kiütődött a blokk, vagy eltolódott a másik irányba. Áj, még erre is gondolt! Mi van akkor, hogy az Ender Dragonnal találkozok? Ender Dragon is having tactical difficulties. Most ez komoly, és befagy. Lehetetlen megnyerni ezt a kihívást. Jó, de nem. Van még egy utolsó ötletem. Minden felteszek erre a lapra. Mi történik akkor, hogyha per kill... Jó, sikerült! Az a más kérdés, hogy a perkér felírja a datapacket, hogy tetszett, nyomjátok meg csengőt, köszönjük, hogy megnéztétek, Gabi voltam, sziasztok!